A festőművészet kreativitást igényel, valamint nyugalmat, hogy a művészeti elképzelést áthelyezhessen a vászonra. Zsáki István festőművész szemünk előtt új művét alkot, miközben magyarázza, hogy milyen módszert használ a létrehozásához. Esetleg megmutathatná azt, hogy hogy dolgozik? Hát ez, én mindig fázisban dolgozok, mint ahogy látod, ezért is van itt én nekem ez a 4, 5, 6, 7, 8 kép, ami így el van egyszerre kezdve. Hát ezek a képek közül, amik itt vannak, mindig lassan csinálom. Hát először elkezdem őket, kiválasztom, vagyis én nekem van egy ilyen súgó könyvem ebbe a könyvei magamnak lerajzolok ilyen vázlatokat, amik itt vannak benne, hogy egy kép ez hogy néz ki. Valahol ezeket a dolgokat már mindet színbe látom. Tudod, ahogy én nekem megvan. De hát most színben nekem ezt nem kell lerajzolni, és akkor ezek közül én kiválasztom, vagyis gondolok valamelyikre, tudod, amiket onnan kiveszem, ez ottyán segít abban, hogy ezt a kompozíciót így gondoltam, vagy úgy, és akkor nem kell újból lerajzolni. De mindaz mellett még van, hogy én ilyen dirib darab papírokra itt lerajzolom a dolgokat, és akkor úgy kezdem el. És hát ez fázisban, ugye, amelyik így megszárad, hogy ezek a ilyen fázisban készülnek, és sose nem tudok egy képet egyszerre megcsinálni. Nem tudok egyszerre megcsinálni azért, mert én nekem akkor zavar az, hogyha színek összekerülnek. Például most erre színre rávittem volna emezt, akkor ez összekeveredett volna ez a szín ezzel. Úgyhogy ez is most, hát, ha ez az alsó nem száraz, ez nem száraz, és ezt ráviszem, akkor ez a dolog ezzel összekeveredik. Ezért mindig megvan, hát itt is ugye mindig megszárad az összes, és mikor megszárad, akkor utána. Hát itt is ezeket a vonalakat látod, először lecsurgatom fehérrel, amikor ez a fehér megszárad, akkor ezt én olyanra festem, amilyenre akarom. Némelyik képnél, amelyiknek nem barna ez az alja, oda már ezek a vonalak nem mennek, akkor ott kékre festem. Akkor ott kékre festem, vagy zöldre festem ezeket a vonalakat. Ez attól függ mindig, hogy milyen színe van, vagy milyen színűt kell én nekem ide csinálni. És akkor ez a kép, ugye ez valahol lassan alakul ki. Hát, de hogyha úgy megnézem, azért minden nap megvan egy, hogyha van egy 5-6 kép, amit úgy elkezdek, hát akkor az 5-6 kép azért egy hét alatt megvan, mert azért egy hét alatt csak száradnak ezek, csak én szeretem, hogy így megvannak. Ha az a fehér nem lenne, akkor én elszíten egy nem ilyen szép narancssárgát kapnák, hanem akkor kapnák egy ilyen maszatot, amelyik itt szétkenni ezt a fehéret, ahogy így ráteszem, de így nyugodtan csinálom. Most ezek a másikak, látod, ezek a fehérek, amik itt vannak, ezek lehet, de még nem vagyok benne biztos, hogy nem maradnak fehéren, azok is ilyen pirosak lesznek, mint ezek. Ezt azért nem tudom mindjárt, mert én így sakkozni is szoktam a képekkel. Sakkozás az úgy néz ki, mindjárt megmutatom. Hogy mindjárt csak ezt a kicsit még itt befejezem, ezt a két vonalat, hogy aztán ne kezdjek bele, hogy megnézem, hogy néz ki pirosan. És hogyha azt mondom, hogy pirosan jobb, mint fehér, akkor át fogjam őket festeni pirosra. Na most, hát ez a sakkozás, hogy én nekem vannak itt ilyen piros kis cetlieim, látod, ezt most ide ráteszem, akkor ez itt piros lesz. Akkor mindjárt meglátom, hogy... Hát most azt mondom, hogy ez a piros ehhez, ez nagyon sötét. De... Hogyha ezt én most nem pirosra csinálom, hanem ezekre a narancssárgákra, mind amik itt vannak, akkor jó lesz. Ettől sötétebbre, de ettől világosabbra fogom csinálni ezt a kettőt, ahogy így látom. Nagyon sokszor itt a ujjaimon nincsen bőr. Ki pirosodik, ki vörösödik, és akkor abba kell hagyni. Abba kell hagyni, mert én valahogy úgy vagyok vele, hogy nem mindig használták a
zecsetet az emberek. Valahol a keze az neki mindig, mondom, most ez egy szépen arra én nekem, de így is számítottam, hogy az, mintha ez így ide jönne, és ez valahogy itt elment így sötétbe, ez a része ennek a pirosnak. És akkor ez valahol itt ilyen fokozatosan, ahogy jön felé, kivilágosodott ott. Sötétebb, itt már világos, még le, itt már van benne narancsárga, tehát ez valahol, mint hogyha abból a háttérből jönne elő.